Bumbához valahogy eljut. Na nézzük, Bumba mit kezd vele. Bumba, egy bicikli, egy beadás, és ezzel vezet a Kisvárda. Olyan közelről nem volt nehéz dolga Bogdán Melnyiknek, de hát, ahogy mondani szokták, oda kell érni. Rossz helyre fejeli Enel, lövőhelyzet, és belsővel! Milyen klasszis gólt szerez Claudio Bumba! Tanítják, hogy középre nem fejeljük a labdát, amikor felszabadítunk. Enel most odafejelte az ellenfélnek, Bumba pedig itt van közelről. Ez így jó Bumbának. Navratil helyzet, ott az emelés, és 2-0-ra vezet a Kisvárna. Micsoda gólt szerez Navratil! És a gólpassz megint Bumbáé. Itt van még egyszer, ez a remek ütemű indítás, simán lefutja a védőt. Ebből még Bumba gólhelyzetben, sőt nem csak gólhelyzetben, hanem be is lövi. Egy elképesztően nagy gól, egy hatalmas Puskás védelmi hibából, amiből Bumba révén megszerzi a vezetést a Kisvárda, és egy borzasztó rossz. Leoni teszi minden esetre most jól tovább, aztán egy óriási becsúszó szerelés, Pantelic érkezett méterekről. És némi vita után egy óriási öngóllal megszerzi a vezetést a Kisvárda. Egészen ihetetlen jelenet. Gond nélkül belövi, Hársfalvi a jobb oldalra mozdult, megszerzi a vezetést a Kisvárd. És veszi aztán jobba a középre, ott van még Bumba fejeli vissza, és a fejes 1-0-ra vezet a hazai együttes rögtön a meccs elején. Ha jól láttam, Ászanyi volt, aki végül befejezte ezt. Itt van Leoni, szép labdaátvétel, és jobb valahogy ível, ez nem lesz. És oda-vissza fejegyen rontanak ki. Bumba kapja a kiugratást, Varjú csúszik oda, Bumba elemeli, ott van az újabb kisvárdai gól. Egyik szebb, mint a másik. Hazaiakat, jönnek a helyzetek is. Bumba a bepassz Mesanovicsnak, Mesanovics elesik, aztán Bumba is. Ére büntetőt valamelyik, igen, Bumba tehát, és nagyon határozottan belövi 1-1 ezzel a mérkőzéssel. Kamály megint élesen középre, és egyenlít a Kisvárda, szappanosról jön ki a labda, Bumba pedig onnan már nem hibázza el, vagy lehet, hogy beadásnak szánta, minden esetre a kapusról pont Bumba elé kerül, ő pedig villámgyorsan lesz. Kisvárdai gól vendégként. Igen, Bumba belövi, vezet a Kisvárda. A videó érné, és ezzel mehet Bumba egy az egyben Besével szemben, középen a hosszún ráadásul ketten is. Bumba húz befelé, és a tekerése, gyönyörű gól! A 8. percben Bumba góljával megszerzi a vezetést a Kisvárda. Innen indult minden, ugye még a saját térfének a közepén. Claudio Bumba fut neki, és nagyon magabiztosan be is rúgja, 1-0-ra vezet a Kisvárda. És akkor innentől kezdve talán kibillen ebből a tehetetlenségi állapotból a mérkőzés. Nagyon higgadt el. Szép szöglet. Megpattan gól! Kiegyenlít Bumba révén a Kisvárda, aludt a honvéd a szögletnél. Hát 4-5-en háttal a labdának, Bumba ellövi, és Hidi derekán irányt változtat. Túloldalon megy Bumba, ez így helyzet, Bumba néz fel, jó a visszacsel, még egy csel, aztán nagyon okosan betekeri a hosszúba. Hát itt van a kedvenc ellenfél, Claudio Bumba ismét betalál az Újpest ellen. Itt van még egyszer a gól, okos a visszacsel, még egy ütemet vár Bumba. Üzi meg ötvöst, Bumba szerzi vissza, finoman alá emel, Ászanyi éles szögből, és becsorog, így biztos, hogy bent van Kamály. Itt szerzi vissza Bumba, és ez a nagyon finom passz Ászanyi Diabival.